itt haladnak el előttünk. Hát azt mondom, hogy innen kérem, ezt már nem lehet elveszíteni. Sziasztok, ez itt a Lapátolás Podcast, a kajak-kenu magyar hangja. Adásainkat a kajak-kenu sport jelenlegi és leendő szerelmeseinek készítjük. Vendégeim a sport fiatal, meghatározó egyéniségei, illetve a már befutott, idősebb korosztály képviselői lesznek. A műsor célja, hogy a vendégeimet egy kicsit közelebb hozzuk a hallgatókhoz, betekintést nyerhessünk magánéletükbe, megismerhessük egyéni életszemléletüket, a sporthoz fűződő viszonyukat. Reményeim szerint sokat tanulhatunk majd tőlük, nevethetünk velük együtt, és így módon is tovább népszerűsítjük ezt a nagyszerű sportágat. Iratkozzatok fel YouTube-on, kövessetek minket Instán, Facebookon és Spotify-on. Adásainkat a Vodafone Podcast Pioneers projekt támogatja, akik szponzorációjukkal segítenek nekünk tovább újítani a technikát. Köszi Vodafone! Ugye volt, melyik a 2011-es VB volt ugye itthon, ugye? Vagy ez hol van? Az itthon volt, igen. Igen. Ugye az is egy kvalifikációs világbajnokság volt, aztán 2019-ben is volt egy kvalifikációs világbajnokság, ahol szintén bezsebeltél több aranyit is, ha jól emlékszem. Igen, egy 1-es, meg egy 504-es, igen. Ha jól emlékszem erre az 504-es versenyszámra, akkor itt azért tényleg az egy magabiztos, vagy mi ez, az egy igazi aram volt a részedről, amikor beértetek? Vagy az is csak ez a hasztuk a kötelezőt? Nem, jó után már nem éreztem így semmivel se. Főleg, hogy ugye ott már megvolt a lányom is, tehát ott már pont azt éreztem, hogy minden egyes olyan siker, amiért megdolgoztam, az már valóban az enyém. Tehát, hogy onnantól teljesen más, hogy kezdtem el értékelni a sikereimet. És nem feltétlenül, nyilván beleszólt az is, hogy Rióban már volt egy aranyérmem, de ott az, hogy még tovább folytattam ezután, én, aki egyébként előtte küzdött azzal, hogy most akarja, vagy nem akarja, vagy hogy milyen áron akarja, bocsánatot, hogy mindig akartam, csak hogy milyen áron. És eljutottam eddig, ráadásul úgy, hogy még van is egy gyerekem, és mellette érem el ezt, tehát az meg egy ilyen önbizalom bomba volt nekem. Tehát, hogy onnantól kezdve azt éreztem, hogy nincsen akadálya annak, hogy jó legyen. Ja, nagyon, ezt szerintem köztudott, hogy nagyon fontos számodra a kislányod, ugye most is ezt mondod, hogy ő érte is csináltad, igen, ezt, és ő érte, tényleg ő érte sportolsz, meg minden a sikereidet is köszönheted neki, annak, hogy ő itt van. Viszont tudjuk, hogy nem egyszerű összeegyeztetni egy kisgyermeknek a nevelését, és ezt a borzasztó sok edzést és edzőtábort, ahol te részt veszel. Igen. És mindig elmond, vagy több interjúban is említetted már, hogy most éppen otthon kellett hagynod, vagy most éppen el tudtad hozni edzőtáborba. Ez hogy megy neked ez a tervezés, hogy akkor most el tudod-e hozni a kislányodat, vagy vinni éppen Szolnokra, vagy Dél-Afrikába? A tervezés az, a mikrotervezés nagyon jól megy. A tervezés meg nem, mert az elmúlt 10 évben sosem úgy történt az életem, ahogy én ezt elterveztem. Szóval én nem tervezek így hosszú távon, mert teljesen felesleges. De amikor én Rio után leültünk, és átgondoltam, hogy szeretném-e folytatni, vagy nem, mert én úgy gondoltam, hogy Rio után valószínűleg nem. De ott éreztem még magamban annyit, hogy jó, oké, most ez így megvan, de hogy tök fiatal vagyok, még 27 éves, még csinálom tovább, és ha bármikor is még egyszer olyan rosszul fogom érezni ettől az egésztől ma, mint mondjuk x évvel ezelőtt, akkor azonnal azt tudom mondani, hogy vége, és semmilyen lelki furdalásom nem lesz se magammal szemben, se mással szemben. És akkor utána fél évre erre rá, ugye kiderült, hogy terhes vagyok, és mondom, jó, akkor megint újra tervezés, nem baj, megszoktuk már, és
az is nagyon érdekes volt, hogy nem fordult meg. Tehát, hogy én nekem sosem... Tehát elképzelhetetlen lett volna, hogy a kajakot teszem előrébb, mondjuk. És azt mondom, hogy jó, akkor várjunk a gyerekkel, és mondjuk még sincs gyerek, és cancel, és akkor menjünk előre kajak. Hanem egy dolgot tudtam, hogy nem akarok gyerek mellett kajakozni, de mégis így történt, mert hogy ugye nem így terveztünk, aztán ez lett. Én meg azt mondtam, hogy ha már eldöntöttem, és tényleg eldöntöttem, és azt mondtam, hogy ha már ezt eldöntöttem, akkor csinálom. Viszont azt is tudtam, hogy gyereket is nagyon szeretnék. Jó, akkor csináljuk a kettőt egyszerre, és akkor nézzük meg, mi lesz, és akkor még mindig ott van az, hogyha nem sikerült, akkor nem sikerült, és akkor azt mondom, hogy akkor köszönöm szépen. És hát jobban ment, mint amire gondoltam. Mármint, hogy nem csak fizikális, hanem mentálisan. Én úgy érzem, hogy nekem az egy újabb lépés volt afelé, hogy én önmagamért csináljak valamit, vagy az, hogy én kiteljesedjek mindenben, amit én valóban én szeretnék, nem pedig mások. És nekem ebben segített. És habár amúgy nehezebb volt, tehát, hogy fizikailag, meg sokkal, sokkal több dolgom volt, meg kevesebbet tudok pihenni, tehát, hogy mindenben nehezebb volt, de az, amit én kaptam ettől mentálisan, attól meg nekem annyival sokkal jobb volt, hogy nem számított az, hogy kevesebb időm van mondjuk pihenni, vagy nem alszok, vagy sokszor nem tudom megoldani, vagy nehéz, mert nehéz lelkileg az is, ha ott kell hagyni a gyereket, de annyit pluszt kaptam tőle, hogy tulajdonképpen abszolút megérte az egyik oldalról szenvedni érte, mert annyi plusz hozott a másik oldalon. És akkor azért nehéz szívvel hagyod őt otthon, nem? Amikor egy hosszabb időre el kell utaznod. Hát annyira hosszú időre nem kell elutaznom, mert nekem az kitételem volt, hogy szeretném, ha ő mellettem lenne. Ugye volt előttem pár példa. Már ugye anyaként sportolókról, és annyira érdekes, mert nyilván mindenki a saját maga kis életét igazítja hozzá ez az egész újdonsághoz, és hát mindenki máshogy csinálja. Tehát én nem láttam még két ugyanolyan, tehát két anyát, aki ugyanúgy csinálja. És én úgy voltam el, hogy én nem akarok. Tehát, hogy végignéztem, hogy ki hogy csinálja, és utána azon kezdtem el gondolkozni, hogy nekem az úgy jó-e. És akkor rájöttem, hogy nekem ez egyik opció sem lenne túl ideális. És akkor szépen lassan kialakult az, hogy én hogy szeretném, és szerencsére ebben abszolút támogató volt a klub is, meg a szövetség is, hogy megoldjuk azt, hogy mellettem mindig ott legyen a lányom. És ez a mai napig így van. Helyek közel, mert most már óvoda van, szóval egy kicsit most úgy érzem, hogy most nehezebb a helyzet, mint eddig bármikor. De az, hogy ott volt velem, az azért nagyban levette a terhet, tehát hogy nem kellett ott hagynom valahol is azon kattogni, hogy úristen, mi van a gyerekkel, miközben én itt csapkodom a vizet. Tehát, hogy egyszerre lehettem anya is, és sportoló is, igen. Hát, ugye most az előbb, az utoljára a 2019-es kvalifikációs világbajnokságról kérdeztelek, ugye itt két aranyat is bezsebeltél, viszont mindenki úgy számolt, hogy akkor rendben, következő évben Tokió, és nem így lett. Te ezt az egészet hogyan élted meg, vagy hogyan próbáltál együtt élni ezzel az egész szituációval, helyzettel?
Nyilván engem is meglepetésként ért, meg alkalmazkodni kellett hozzá, ugye nyilván megint történt valami, ami nem úgy jött össze az év, ahogy én elterveztem, de ehhez én már nagyon jól adaptálódtam, úgyhogy tulajdonképpen nem érintett nagyon mélyen. Tehát, hogy ugye vagy valakit nagyon negatívan érintett, hogy egy évvel el volt halasztva, vagy valakit abszolút pozitívként, mert egy látott benne egy lehetőséget, hogy fú, akkor én... Még egy plusz év. Igen, és hogy lehet, hogy akkor fog odaérni, mert mondjuk esetleg 20-20-ban még nem ért volna oda, vagy valakinek sérülése volt, és ez egy hatalmas lehetőség volt, hogy 21-re föl tudjon készülni. És őszintén azt tudom mondani, hogy nekem ilyen semleges volt. Tehát, hogy igen, nehéz volt, hogy jó, még egy év, és akkor nyilván én úgy is gondolkoztam, hogy anyaként ezt még egy ilyen évet végig kell csinálni, edzőtáborról edzőtáborra a gyerekkel. De a másik oldalon meg úgy voltam vele, hogy minél távolabb vagyok a szüléstől, nekem az annál jobb, mert tényleg az első két évben nem aludtam, úgyhogy úgy voltam vele, hogy minél több időm van, annál jobb, szóval próbáltam egyébként pozitívan feldolgozni, de amúgy őszintén azt gondolom, hogy nem tudom, hogy 20-20-ban is ugyanezt a teljesítményt tudtam volna nyújtani, de azt tudom, hogy ott lettem volna 20-20-ban is az olimpián, tehát hogy ezzel probléma nem lett volna. Mert nagyon jól haladt a felkészülés. Nem tudom. Én jelen, tehát hogy akkor is, meg most is azt gondolom, hogy nem volt rám se negatív, se pozitív, vagy szignifikánsan pozitív hatással. És hát egy évvel halasztották ugye csak az olimpiát, és mondtad, hogy ez nem volt szignifikáns se sokkal jobb, se sokkal rosszabb. Te ugyanúgy készültél tovább, és mentél a céljaid felé. Mik voltak? Hát az első az volt, hogy 3 számban ki szeretnék jutni. És akkor amint megvolt az, hogy 3 számban kijutok, a következő cél az volt, hogy ugye minél több érem, és az érmekből pedig legyen 1 arany. Uh-huh. És hát ezeket a célokat... Hát végül is mondani, hogy igen, hogy sikerült elérni. Igen. Párosban hoztatok egy 4. helyet, a 4-est ezt megnyertétek, és szerintem amire a legbüszkébb vagy, és a legbüszkébb is lehetsz, az pedig az 1-es teljesítményen, igen, ahol egy ezüstérmet szereztél. Igen. Emlékszel teljesen erre a pályára? Erre az 501-esre? Igen, emlékszem. Egyrészt nem is volt olyan régen azért, de emlékszem, igen. Kicsit ilyen álom, ezekre a versenyek kicsit ilyen álomszerűen emlékszem. Tehát, hogy van, ami, tehát, hogy nagyon, tehát pontosan tudom, hogy mi történt, de hogy kicsit olyan, mint hogy álmodtam volna. Tehát, mint egy ilyen nagyon részletes álmot álmodnál, és nagyon részletesen emlékeznél rá. Mert nyilván ilyenkor, amikor sikerül egy versenyt, nagyon eufória van, mert nekem ott az abszolút az volt, hogy ilyenkor ezek így elmosnak egy-két dolgot. Például azt, hogy most ha megkérdeznéd, hogy mennyire fájt a pálya, akkor nem tudnám neked megmondani. Nem emlékszem arra, hogy értem be, hogy ez mennyire fájt. Mert vannak, emlékszem olyanokra, amik nagyon fájtak pályák, de beértem, és nem volt olyan eufória, hogy elfelejtsem azt, hogy mennyire fájt. Ez ugyan, mint az a szülés, amit nyilván most neked hiába mondok, de hogy ugye ott is azt mondják, és ez valóban igaz, hogy akinek jó szülése van, és semmi ígszer nincs közben, azután az eufória, hogy a kezébe adják a gyereket, onnantól kezdve abszolút elfelejti, hogy ez mennyire fájdalmas dolog. Pedig tudom, hogy én is közben szittem a evolúciót, hogy miért is szaporodnak az emberek, szóval biztos, hogy nagyon fájt, de nem emlékszem, hogy mennyire.
És ugyanez van, hogy ott sem emlékszem, hogy mennyire. Szóval igen, de emlékszem rá, igen, abszolút. Ahogy, akkor kérlek így, el tudod nekünk mondani, hogy milyen érzések kavarogtak a fejedben, vagy te hogyan élted meg azt az 501-es futamodat ott az olimpiai döntőben? Ami nagyon így megmaradt bennem, meg amin így később is gondolkoztam, hogy mennyire nyugodt volt nekem az a 6 nap ott, amíg zajlott a verseny. És hogy mennyire összeszedett volt minden gondolatom, mennyire nem tudtak kizökkenteni, mennyire nem... Ha történt valami kis, amit úgy éreztem, hogy nem így kellett volna, akkor ez abszolút nem tudott kizökkenteni, és talán ez az, amire így az egészben ott a 6 nap alatt a legbüszkébb vagyok, mert kimentem úgy, hogy van 3 számom, és életem első 501-ese volt felnőtt versenyemen, és olyan szinten nem, tehát hogy tényleg atomtámadás született volna, tehát olyan szinten nem tudott semmi kizökkenteni, hogy ezt így a mai napig nem tudom, hogy tudtam ennyire összeszedett lenni, és hogy jó, azt tudom, hogy mondták nekem, hogy látszott rajtam már egész márciustól, hogy ilyen nagyon fókuszált vagyok, és hogy nagyon, nagyon tudom, hogy mit szeretnék, és hogy mit miért csinálok, és hogy abszolút így tényleg mindennel anyaként is, meg sportolóként is abszolút így be voltam osztva, és nagyon... Na, nem azt mondom, hogy ilyen katonásan, de hogy tényleg minden úgy, csak úgy csináltam, ahogy nekem is a lányomnak jó. És minden mást, az tényleg nem érdekelt. És ott tényleg az abszolút megmaradt, hogy úgy mentem fel, hogy nem az, hogy nem izgulok, mert nyilván van az az egészséges izgulás, de hogy úgy álltam be a rajtgépbe, hogy itt nem lesz. Tehát nem úgy, hogy nem lesz probléma most 10 év, hanem hogy én ezt a pályát nem fogom elrontani. Ezt nem fogom elrontani. Tök mindegy, hanyadik leszek, de én ezt a pályát, ezt nem fogom elrontani. És hogy sikerült így végigjönnöm, és amúgy nekem ez az, ami nekem nagyon... Tehát ugye az egészben erre vagyok a legbüszkébb, és nyilván az, hogy ez egy ezüst lett, az már csak a habatortán. Tokióban a futam után azt nyilatkoztad, hogy neked teljesen mindegy, hogy ez most ezüst vagy bronz, mert annak is ugyanúgy örültél volna, csak ez, hogy végre egyesben meg tudtad mutatni, hogy mire vagy képes. Igen. Ilyenkor a főversenyen. Igen. Volt a célbeérés előtt egy ilyen pillanat, amikor így érezted, hogy most megvan az, amit kitűztem magamnak, hogy érem, és fókuszáltam, jó pályát csináltam, vagy annyira zónában voltál, hogy beértél a célba, letetted a lapátot, és csak utána realizáltad, hogy most ezt véghez vitted. Igen, azt láttam, hogy a Liza előttem van, de nem látt igazából... Ugye nem látod végig az összes pályát, és a Liza 2-vel volt arrébb, azt még láttam, de utána például azt, hogy az Emma hol van, azt egyáltalán nem láttam. Úgyhogy Isten igazából abszolút magamra fókuszáltam, illetve azt, hogy a Dana ott volt a bal oldalamon, nekem az azért adott egy löketet, hogy előtte voltam. És tehát, hogy ott éreztem a végén, hogy jó pozícióban vagyok, csak azt nem tudtam, hogy az mennyire jó. És akkor teljesen elégedettem? Jöttél a Tokióból? Igen. Igazából nyilván a 4-esen nyertünk, jól mentünk. Az 1-essel én abszolút elégedett voltam. Ott akkor én ezt tudtam nyújtani, és...
nyilván volt olyan, aki utána odajött, hogy fú, hogyha visszamennél, hogy mit, hogy tudod, mit rontottál el, hogy miért nem nyertél. Mondtad, hogy kérdezték, hogy mit csinálnál más, hogy mit javítanál. De azért ez egy nagyon jó pálya volt, elmondásod szerint szinte tökéletes. Igen, nyilván a verseny után, amikor végig gondolja az ember, visszanézi, elemzi magában, stb. Vagy edzőjével ki, ahogy szeretné. De ott adott körülmények között én úgy érzem, hogy a legjobb döntéseket hoztam ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjem. Nyilván úgy, hogy már tudom, hogy mi a végeredmény, és ha visszamehetnék a múltba, akkor lehet, hogy egy picit változtatnék, de egyrészt nem biztos, hogy változtatna az eredményen is, másrészt pedig ugye nem vagyunk időutazók, tehát teljesen fölöslegesen ezen agyalni. Én ott tényleg mentem egy tökéletes pályát, tökéletes evezéssel, és olyan taktikai döntéseket hoztam közben, ami nekem megfelelő volt, és nem rontottam el semmit, úgyhogy én ezért vagyok erre így nagyon tényleg büszke, hogy nem úgy jöttem haza, hogy jó, ezt meg ezt is elrontottam, és akkor fú, de hülye vagyok, és nem hoztam ki azt magamból, amit tudok. Nyilván sok megmondó okos ember van, aki jön, és akkor fú, így kellett volna, meg úgy kellett, jó, oké. Nem szeretem ezt, mert úgy érzem, hogy nem tudom, tehát hogy igen, tudom, hogy mindig az arany a cél, de egyrészt nem állhat 8 darab ember a dobogó első fokán, mert nem azért osztják az érmet, hogy ki mennyit dolgozik érte, viszont te tudod, hogy neked az egy jó pálya volt, és hogyha te ezzel elégedett vagy, akkor szerintem nem kellene megkérdőjelezni külső, akik a tévéből látták például, hogy fú, végignézte, és hogy ez, milyen más döntést kellett volna hozni. Oké, barátom, akkor ezzel műve a hajóba, és akkor te ilyen döntéseket hozzá. Főleg úgy, hogy az egy dolog, hogy mit látsz, utána az, hogy te ott belül mit érzel, azt senki nem tudja, azt még az edzőt se tudja, aki a parton ül, és ezért egyébként azért az egyik legnehezebb, ez az egyik legnehezebb dolga az amúgy az edzőknek, hogy hiába egész évben ott van melletted, de ott a versenyen adott pillanatban ő sem tud segíteni. Ott a te felelősséget, te döntéseidet kell végigcsinálni. Úgyhogy igen, én úgy érzem, hogy tökéletes fel, és ha én úgy érzem, akkor az is volt. Így van, így van. És ahogy mondtad, azért nem egy senkitől kaptál, vagy vesztetted el azt az aranyérmet, hanem a világ legjobb 200-asától. Úgyhogy szerintem abszolút büszke lehetsz, és elégedett lehetsz ezzel az általad is elmondott tökéletes pályával. Igen. Hiszen ha te így érezted, akkor ez így is volt. Igen, 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 igen. Úgyhogy hát nyilván majd, ha még lesz rá lehetőségem, hogy versenyezzek megint a lányokkal, ugyanolyan formában, amit akkor ki tudtam magamból hozni, akkor lehet, hogy ott például más taktikát fogok választani, vagy más döntéseket hozni pályaközben. Ugye nyilván attól is függ, hogy milyen időjárási viszonyok vannak, úgyhogy remélem lesz még alkalmam Alizával versenyezni. Reméljük. Reméljük. Azért most csak eddig ugye az előző két olimpia között 5 év volt, most csak 3 év lesz. Tavalyi évet azt te kivetted és pihentél, így 2 év készüléssel mész neki a párizsi olimpiának. Ez neked lelkileg, energetikailag hogyan hat rád ez, hogy most rövidebb ez az olimpiai ciklus? Igen, igen. Ez is egy ilyen különlegesebb ciklus. Ez más szempontból. Igazából ez sem, tehát nem egyszerűbb ez sem, hogy rövidebb. Főleg úgy, hogy ugye én tavaly pihentem, és hát
mondtam volna, hogy rekreációs szinten edzettem, de annyira nem. De nekem nagyon kellett. Tehát ugye az 5 év, az nekem hosszú 5 év volt. És most küzdök azzal még jelenleg is, hogy tehát, hogy én azt nyilatkoztam a Tokió olimpián többször is, hogy nekem ez lesz az olimpiám, nekem ez lesz az a verseny, ahol én a csúcsra szeretnék érni, és ugye szokták mondani, hogy a csúcson kell abba hagyni, úgyhogy nekem most ebben a 2 évben, mert most már nincs is teljes 2 év, másfél, ebben most már nekem a legnagyobb ellenfelem az lesz, hogy találjak újra olyan motiváló tényezőket, olyan erőt, ami előre visz, hogy én újra akarjak menni egy tehát hogy újra ezt átéljem, hogy minden nap lemegyek, és rohadtul fáj, és azért már érzem, hogy 34 vagyok, és nem 27, és hogy találjak a szürke hétköznapokban olyan motiváló tényezőket, hogy azt tudjam mondani, hogy oké, de megéri, mert még szeretnék versenyezni az olimpián. Hogy nem, tehát hogy ez nehéz, mert bármennyire is azt hiszik a legtöbben, és nem mondom azt, hogy nincs rá példa, de mondjuk azt, hogy ne legyünk igazságtalanok, mondjuk azt, hogy fele-fele arányban, nem mindenki azért sportol, vagy azért húzza a végletekig a karrierjét, mert hogy pénz, mert van a másik oldala az, hogy tehát ugye ebbe nagyon sok lemondás van, és például nekünk, kajakosoknak, meg főleg úgy, hogy én budapesti lakos vagyok, nagyon nehéz, mert Budapesten nem lehet készülni a versenyekre nyáron. Tehát én március 1-től augusztus legvégéig nem vagyok otthon. Tehát, hogy ez 5 hónap. És én nekem ez most már én ott vagyok, hogy nekem ez már, tehát gyerekként ez még nyilván elment, meg fiatal felnőttként. De úgy, hogy anya vagyok, és első lányom óvodás, most azért megfogalmazódott a fejemben, hogy baromira nem szeretek nem otthon lenni. És tehát most ezzel, a legnagyobb küzdelem most ez, hogy én leköltözök Szolnokra, és egy szobába töltöm azt az 5 hónapot a lányommal. Ami annyira így nem hangzik túl jól, tehát hogy oké, hogy csak 2 évről beszélünk, de például nem lett volna az a tavalyi év, amit megengedtek, hogy pihenéssel töltsek, akkor lehet, hogy ezt a 3-at már nem tudtam volna így annyira kibírni. Tehát hogy most így tök jól hangzik meg, hogy így, jaj, hát még akkor 3 évet sportolunk, tehát hogy nekem ez nem erről, soha nem is erről szólt, tehát hogy ahogy így elmondtam, soha nem is erről szólt. Nekem ez küzdelem, én nem vagyok egy ilyen, tehát különböző típusú sportolók vannak, van akinek ilyen szemellenzős, és egyáltalán nem okoz gondot ez az egész dolog, van akinek igen, én az vagyok, akinek igen, szóval ha ezen túllendülök, hogy oké, ott kell lennem, és tényleg számolom vissza, hogy jó, még ennyi van, még annyi van, még annyi van, akkor nyilván magamra kényszeríteni nem fogom, mert átéltem már persze, hogy magamra kényszerítem, és nem ment jól, szóval pontosan tudom, most már tudatában vagyok annak, hogy mi az a pont, ahol azt kell mondanom, hogy nem éri meg, és akkor fogom magam, és azt mondtam, hogy köszöntem szépen. Tehát még azt a pontot nem értem el, de most pont így küzdök vele, hogy jó, azért nagyon jól esett a tavalyi, ez nagyon sokat segített, és akkor így elkezdtük, és amíg ugye Pesten vagyunk, addig tök jó, mert egyébként szeretek nagyon edzeni, de nekem az edzéssel semmi problémám nincs, nekem a probléma ott kezdődik, hogy ugye... Nem otthon.
nem otthon vagyok, és hogy mennyire várják el a teljesítményt. Igen, tehát onnantól, hogy márciusban elmentünk melegvízi táborba, majd leköltöztünk Szolnokra, ez most tart Szolnok, az április elején mentünk le, és most így érzem, hogy most már jönnék föl, és még van x hónap, de mondjuk most pont, és érve, és eddig nem is volt velem a lányom az óvi miatt, egy hetet volt csak lent, szóval ez most így, ez most egy kicsit így megviselt az elmúlt 6 hét minket, de úgy érzem, hogy most megint egy olyan időszakban vagyunk, amihez adaptálódni kell, és most ha ez sikeresen tudunk szeptemberig adaptálódni, akkor azt tudom mondani, hogy abszolút meg fogom tudni csinálni a következő évet fókuszban. Ha nem tudunk el sikeresen adaptálódni, akkor csak nagyon nyögvenyelősen fogom tudni megcsinálni, és nem gondolom azt, hogy tudok még egyszer ugyanolyan formát Tokióra hozni, hogyha nem oldódnak meg ezek a dolgok. Ha megoldódik, akkor meg abszolút, tehát fizikailag még képesnek érzem rá magam. Az a vágy, az a tűz, az keresni kell, az ugye azért is nehéz, hogy lent vagyok, mert nincs meg bennem az a vágy, hogy fú, én most még egy aranyat akarok a repertoárba. De ott, hogyha ezek a dolgok megoldódnak, amik most ilyen kuszák, hogy a lányom itt, én ott, FaceTime-ozunk este, sír a telefonot, tehát hogy ezek iszonyatosan elombozó dolgok. Ha ez megoldódik, akkor azt gondolom, hogy sikerülhet, igen. Ugye itt azt mondtad, hogy az adaptáció, hogy hogyan adaptálódsz ehhez, az ami igazából a döntő nagyjából, hogy te hogyan fogsz majd Párizsban teljesíteni, vagy a jövő évben teljesíteni. Ez mit mondasz? Az, hogy ti ketten hogyan viselitek ezt az egymás nélkülözését, vagy az, hogy a vizen rajtad ez hogy jön ki, vagy az, hogy a versenyeken te hogyan teljesítesz, vagy kicsit mindenből? Ez így kicsit mind. Hát ez az egyik következik a másikból igazából, mert hogyha a lányom nincs jól, akkor én se vagyok jól, ha én nem vagyok jól, akkor nem tudok teljesíteni. Ha nem teljesítek, akkor ez egy negatív spirál, utána igen, még rosszabb lesz. Ez világéletemben így volt, ha rosszul voltam, nem, ez valaki tökre szereti például, ha edzés közben fölidegesítik, mert lesz benne egy ilyen düh, egy ilyen akarat, és ízés megy. Na én ennek az ellenkező vagyok, tehát valaki engem fölidegesít, vagy mondjuk összeveszek, mondjuk teszem azt volt ilyen, hogy mondjuk a vízem valami miatt összeveszek apába, vagy nem is összeveszek, de valamit mond, ami nekem nem tetszik, és elkezdek rajta kattogni, és ideges leszek, és azt érzem, hogy most leteszem a lapátot, és hazamegyek. Tehát, hogy én nekem pont az ellenkezőjét érik el, hogy egyszerűen kizökkenek a fókuszból, elkezd minden így betódolni az agyamba, ami nem kajak, miért vagy, blablabla, így minden, és azt mondom, hogy na jó. És így shut down, és akkor így akkor most így mi van, és onnantól kezdve nem bírok. De nyilván erre is, most hát tudom, már régóta tudom, hogy én ez a típus vagyok, úgyhogy próbálok minden ilyet kizárni, és ezért is, tehát hogy ezért is mondtam, hogy erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt el tudtam érni például Tokióba, hogy abszolút ki volt zárva minden, mint hogyha így szemellenző fülemet is betett, és ez a se lát, se hal. Úgyhogy igen, igazából, hogyha ez megvan, tehát hogyha én nyugodtan tudok készülni, nyugodtan létezek anyaként is, meg sportolóként is, és körülöttem lévők is nyugodalomban vannak, akkor minden oké. Párizshoz hogy állsz? Azon kívül, hogy most ugye nagyon ezen múlik a... Te így gondolod, hogy ezen múlik a teljesítményed, hogy ezt az időszakot hogyan dolgozod fel, és ja, hogyan adaptálódsz hozzá. Mik a céljaid Párizsra? Azért most a válogatón elég meggyőző teljesítményt mutattál. Tudjuk, ezt még meg kell ismételni a második válogatón. Igen. Egyébként kicsit meglepődtem amúgy, hogy nyertem. De mit röhögsz?
Szóval, hogy Párizsban az a cél, hogy szeretnék megint három számban kint lenni. Itt tulajdonképpen ugyanaz a cél, mint Tokióban. Csak nyilván most már azt is tudom, hogy meg tudom csinálni, tehát hogy van még egy ilyen plusz faktor, és ha mégse sikerül, akkor sincsen semmi baj. Mert már egyszer mert megcsináltam. Már amúgy egyszer megcsináltam, igen, és azt már magamért csináltam meg, tehát hogy igazából én most már mind a két oldalról egyenlő vagyok, tehát én már senkinek nem kell bizonyítanom, magamnak sem, meg másnak sem. Hogy ezt már tényleg élvezni szeretném, ezért mondtam azt, hogy amint nem élvezem, és amint abszolút azt hiszem, hogy ott vagyok 5 hónapot edzőtáborba, és most mindjárt eret vágok, akkor fogom magam összepakolom, és hazamegyek. De amíg tudok egy ilyen épelménységen belül maradni, hogy mert az edzést azt szeretem, tehát lemegyek vízre, és tök jó, meg tudom csinálni, szeretem, megcsinálom. Csak azon kívüli dolgok nehezek, és ugye a sport az nem csak arról a 2 óráról szól, amíg vízen vagy, hanem a sport az 0-24, és sokan ezt nem értik meg, amikor fú, mi olyan nehéz, lemész 2x2 órát, ja, igen, 2x2 órát edzek, meg mellette 22 órát figyelek arra, hogy mit teszek, pihenek eleget, merre megyek, beteg leszek-e tőle, tehát hogy tényleg minden, tehát amúgy néha agyrém, szóval bele lehet kicsit gágyulni, de igen, amíg ezt tudom élvezni, hogy szeretek edzeni, és ezt így ki tudom aknázni, addig ez így megy. Biztos vagy abban, hogy a párizsi olimpia után neked ennyi? Vagy ez is attól függ, hogy utána tudod-e még jól érezni magad a sportban? Igen, nyilván egyébként ettől függne, mert most ha én fizikailag nem vagyok még lerokkalva, és nem fáj mindenem, például is tudok edzeni, akkor alapvetően akkor az hát mondjuk azért a regeneráció sem mindegy, de nyilván egyébként ettől függne, viszont nekem ott a lányom, aki iskolás lesz, és hát az iskolából már nem hozod el úgy, mint az óvodából, meg stb. Szóval nem hiszem, hogy én ezt tudom úgy csinálni, hogy én még egyszer mondom, ezek miatt az edzőtáborok miatt, ha Budapesten készülnék 0-24-ben egész évben, akkor azt mondom, hogy egyébként még akár tudnám is csinálni tovább. Hogyha ha nem kellene ezekkel a dolgokkal foglalkoznom, hogy nem vagyok otthon, odaérek-e iskolába a gyerekért, el tudok-e menni egy hülye évzáróra, vagy nem tudok elmenni, ki kell lehagynom emiatt edzést, meg stb., mert ez nem egy 9-től 5-ig tartó munka, hanem egy tök speciális, ugye minden úgy van berendezkedve az emberiségben, egy 9-től 5-ig dolgoznak az emberek, és akkor előtte-utána megcsinálni dolgot. Na most nekem nem így van az életem. Nekem van egy délelőttöm, meg egy délutánom tök külön, de hogyha én teljesen más ritmusban vagyok a gyerektől, akkor az egy... Tényleg az egy... a fókuszba. Hát igen, meg az óriási szívás. És... Szóval, hogy nekem minden ettől függ. Egyébként még egyszer nem gondolom azt, hogy nem tudnék tovább edzeni, de az, hogy azt már nem biztos, sőt, tudom, hogy azt még 4 évig vállalni, mert ez most tök jól hangzik, hogy 2 év, de ez 4 évig még vállalni, hogy én lejárok szolnokra, meg edzőtáborokba, meg jaj, mit teszek, meg jaj, erre figyelek, meg arra figyelek, hát biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem, mondjuk apa pedzegette már, hogy jaj, akkor 2 évig nem edzel, és akkor utána megint 2 évet. Hát mondom, azért 1 évig még el lehet lébet szólni, sőt, nem is volt 1 teljes év, hanem 9 hónap. De hogy 2 évig, hát abból már 36 évesen, akkor hát már igen. Hogy jössz vissza? Tehát az ott már nem, mert hogy 25 évesen visszajössz 2 évből szerintem, de tehát, hogy ott már mit szenvedjek, hogy 2 év után, tehát hogy ott nem is tudsz 1 év alatt visszajönni, csak 2 év alatt, akkor az is nagyon nehéz, hogy elviseld azt,
hogy edzel, jó, jobb leszel, de még mindig le vagy maradva, és akkor, tehát hogy ezek mind olyan tényezők, amikkel neked otthon fel kell dolgozni. Hát és a fiatalok azért még mindig gyorsabban fognak regenerálódni. Hát nyilván, persze, ott van az, hogy ők is egyre jobbak lesznek. Előre fejlődnek, te meg inkább csak stagnálsz, vagy lefelé. Igen, pontosan, tehát hogy én már jobb, ennél nem leszek. Igen, tehát most vagy utol érnek addig, vagy nem érnek utol. De hát nyilván most Párizsig úgy gondolom, hogy még nem feltétlenül fognak utolérni, de 7 év vagy 6 év múlva Los Angelesbe, ha nem érnek utol, akkor ott valami baj van, igen, tehát hogy akkor baj van a rendszerrel, szóval igen. Szóval Párizsban is 3 szám, és minél több érem, minél szebben csillogjon. Igen. És utána, a kajakozás után mik a céljaid, vagy mik a vágyaid azon kívül, hogy minél többet tudja kislányoddal, akkor már azért nagylányoddal foglalkozni? Igen, hát ugye akkor már iskolás lesz, akkor tényleg szeretnék ott lenni neki ilyen full time-ban anyaként, és hát annyi mindent, tehát azért azt is sokan elfelejtik, hogy ez a sport, ez tehát kvázi gyerekként dolgozol. Jó, most ez így elég szarul hangzik, de 11 éves korom óta tulajdonképpen dolgozok azért, hogy elérjem ezeket a sikereket, és mit tudom én, mondjuk én leszek 35 Párizsban, és akkor 35 éves koromig, és akkor tehát én ledolgoztam, ha most azt nézzük, akkor ledolgoztam ennyi idő alatt, jóval többet, igen, de hogy jóval többet, nem tudom hányét, több mint 10 évvel többet, mint egy velem egykorú, aki nem sportol. Nem beszélve arról, hogy akkor ugye ki kell találni, hogy ha bármibe kezdek, ami olyan, akkor pályakezdő vagyok, nyilván akkor azon kell, hogy akkor most a sportban maradjak-e, vagy nem, a sportban, egyedül a sportban nem leszek pályakezdő, ha nem akarsz ott maradni, mert mondjuk érdekelne más is, akkor... Tehát, hogy ezeket így mind végig kell gondolni. Nem mondom, hogy nincsenek terveim, mert vannak, de egyelőre valószínűleg az lesz, hogy lesz egy év ilyen, tényleg ilyen off utána, a Párizs után, hogy mit tudom én, nem szeretném így nagyon hirtelen abba adni, mert egyébként az sem jó, mert olimpia után, Tokió után az tök jó volt, hogy volt egy VB, mármint, hogy nem voltam úgy jó, mert nagyon nem szerette senki azt a VB-t, de hogy rá voltunk kényszerítve arra, hogy ott még 6 hétig edzünk, és az egy ilyen tök jó levezető volt, mert amikor egy főverseny után, ahol a csúcsom vagy, lemegy a verseny, és akkor holnaptól 5-6 hétig nincs edzés, vagy valakinek, mit én, hónapokig, hogyha kivesz pihenőt, mert mondjuk egy olimpia után sokan kivesznek akár 3 hónap pihenőt. Én érzem, hogy fizikailag szenvedek, tehát ugye az egy abszolút nem egy egészséges megoldás. Úgyhogy én mindenképpen szeretnék utána egy évet ilyen levezetőnek, de nem, tehát hogy se edzőtábor, se semmi, csak így lemenjek, és így, igen, és így tök jó. És akkor ez alatt szeretném így átszervezni így szépen, hogy a civil életemet, meg hogy mivel szeretnék utána foglalkozni. Nem hiszem, hogy otthon fogok ülni 35 évesen, mint a nyugdíjasok. Bár mondjuk nem mondom, hogy nem fordul meg a fejem, hogy 1-2 évet ez tök jó lenne, de nem, tehát hogy azért én annál ilyen szociálisabb vagyok, hogy ez legyen, de exakt dolgot még nem tudok neked mondani. Akkor még te se tudod, hogy a Párizsi olimpiai után hogy fogunk találkozni Csipes Tamara nevével? Nem, még nem. Mondom, vannak már elképzeléseim, de ilyen kiforrott még nincsen. Tudom, még nem fejezted be, és tényleg Párizsig még nem is fogod remélhetőleg. Mi a legszebb, vagy a legmaradandóbb, ami történt veled ebben a sportágban, és amiért a leghálásabb vagy a legbüszkébb? Hű, jót kérdezem. Nyilván végig fogom gondolni, amikor
majd azt mondom, hogy akkor köszöntöm szépen, leteszem a lapátot, és biztos, hogy sokkal több minden fog eszembe jutni akkor. Meg egyébként ezt tényleg így le kell, hogy ülepedjen szépen, és akkor végig gondold azért a 23 év, az most jelenleg 23 év, az elég sok. De... Fú... talán magát azt, hogy a sport mennyi mindenre megtanít, tehát maga a sport, az, hogy én olyan ember lettem, amilyen vagyok, és jelenleg amilyen ember vagyok, én azt tökre szeretem, és sajnos a mai világban elég kevés ember tudja ezt elmondani magáról, még 30x évesen, hogy én amúgy szeretem magamat, és elégedett vagyok magammal minden hiányosságom ellenére is, amivel tisztában vagyok. És ezt szerintem valahol a sportnak magának köszönhetem. Az, hogy megtanított arra, hogy küzdeni kell, megtanított arra, hogy hogyan viseljem el a kudarcokat, megtanított arra, hogyha sikerül valami, akkor azt hogyan fordítsam a javamra, önbizalmat adott. Tényleg nagyon sok mindent, amit magának a sportnak köszönhetek, hogy én lejártam, és megcsináltam minden nap, és ezzel én több lettem. Nyilván köszönhetek egy csomó mindent is, de talán ami legelőször az ez. Tehát, hogy tök mindegy, hogy milyen eredmény, meg mi történt közben. Az, hogy én ott voltam, és lementem edzésre, és megcsináltam az edzéseket, nagyon-nagyon sok pozitív hatása volt arra, amilyen ember én vagyok most. És ezért nagyon szeretném, ha a lányom is egyszer sportolna. Nem kell versenysportolnia, meg nincsenek ilyen elvárásaim, meg illúzióim sem, mert hogy azért az nagyon ritka, hogy mondjuk egy harmadik generáció is odaér mondjuk egy olimpiai dobogóra. Szóval nekem nincsenek ilyen elrugaszkodott dolgaim vele szemben. Viszont mindenképp szeretném, hogyha legalább annyira sportolna, akár hobbi szinten, de hogy legyen benne valamennyi, tehát hogy legyen benne valami akarat, hogy oké, én ezt megcsinálom, hogy oda megyek egy edzésre, és ezt meg akarom csinálni, és most megcsinálom. Mert az, ami baromi sokat fejleszt szerintem a személyiségen, és ezt nem akarom, hogy ő kihagyja az életből. Tehát, hogy bármilyen sportot választhat, tök mindegy, felőlem lehet a... Most is bocsánat a curlingesektől, de felőlem curling is lehet, tök mindegy. Csak menjen le, és tudja meg, hogy mi az, hogy lemész minden nap konzisztensen, odamész, megcsinálod, akár csapattal, akár csapat nélkül, tök mindegy. Teljesítesz egyfajta elvárás, stb., mert hogy ez, tehát, hogy megfizethetetlen, és olyat ad, amit semmi más nem ad az életben. Gyerekként már sokkal-sokkal könnyebb lesz neki majd, amikor bekerül, mondjuk bármivel akar foglalkozni, de bekerül egy olyan versenyszférába, ahol teljesíteni kell mondjuk ügyvédként akár, vagy tényleg bármilyen, ahol van rajta valamilyen nyomás, sokkal-sokkal könnyebben fogja majd kezelni. Úgyhogy ezt ebből nem fog neki engedni, mert nekem is ez nagyon sokat adott. De az már nem érdekel, hogy milyen szinten űzi, vagy milyen szintre akarja ezt feltenni, vagy magának, nyilván mindenkinek magának kell a lécet felraknia. De hogy a sportban igazából ez a legfontosabb, az eredmények. Hát meg ahogy te mondtad, az út az, ami boldoggá tesz, nem a végcél. Igen, hát igen, nyilván ez nyilván mindenki egyéni dolog, hogy most az út az, mert valakinek olyan sportútja van, ami nem biztos, hogy feltétlenül boldoggá tette. Nyilván
az egészet kell nézni, nyilván nekem is voltak olyan évek, amiket kidobnék a kukába, de alapvetően nem akarom kiragadni. Tehát, hogy egybe volt az egész úgy jó, ahogy volt, és nem semmi nem változtatnék meg az én sport karrieremből, mert bármit kivennék, mondjuk minden év egy könyv, és mondjuk kivenném, és azt mondom, hogy na jó, akkor ezt cseréljük ki egy jobbra, egy jobb fejezetre, akkor pontosan, egyáltalán nem. És mivel ugye mondtam, hogy egyik évem sem olyan volt, amit elterveztem, és ezeken annyit szoktam gondolkodni, hogy ha ott máshogy alakul, tehát hogy nyilván én, amit mások nem tudnak, pontosan tudom, hogy mit éreztem akkor, vagy mit éreztem mondjuk az év közben, folyamatosan előtte, utána, közben, és nyilván ezeken azokon múlik, hogy milyen döntéseket hozol, és hogy ezek a döntések végső soron tök mindegy, hogy most nehéz döntés, vagy könnyű döntés, vagy mi alapján döntöttél, hogyha végső soron oda juttattak, ahol egyébként lenni akarsz. Úgyhogy igen, és nem szeretnék ilyen hülye frázisokat mondani, hogy jó, ami nem öl meg, az megerősít meg ilyenek, de mert tök jó lenne, ha végig lehetne vinni ezt az utat azok nélkül, a dolgok nélkül, amik egyébként lelkileg megölnek. Alapvetően ez lenne a cél, de ha mégis becsúszik egy-egy ilyen, akkor abból tényleg ki tudjál mászni, mert azok viszont tényleg olyan dolgok, amiket majd tovább tudsz vinni bármikor. Hát nagyon szépen köszönöm neked ezt az interjút. Remélem, jól érezted magad. Jól. És köszönöm szépen nektek is, akik végighallgattátok. Most arra kérnélek titeket, hogy iratkozzatok fel YouTube-on, kövessetek be minket Facebookon, Instagramon, Spotify-on, illetve Google Podcaston. És Tami, köszönöm szépen! Én köszi! Sziasztok! Sziasztok!